Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Belebte Tradition, bleibendes Erlebnis. Ungarndeutscher Umzug am Martinstag. 500 Grundschulkinder feierten zusammen auf dem Hauptplatz von Fünfkirchen. Verein für ungarndeutsche Kinder. Die Mitglieder haben sich in Tengeritz getroffen. Befahrung und Weitergabe von Traditionen. Die Wehmender Deutsche Blaskapelle ist 35 Jahre alt. Mit dem Motto, wer am Martinstag keine Gans isst, hungert das ganze Jahr, wurden in Sexhardt die Lustbarkeiten um den Martinstag eröffnet. Die Gäste wurden mit Gänsegerichten, einem Weinhof und reichem kulturellen Programm erwartet. Die Veranstaltung hat mit dem Programm des Sexhardter Wunderland-Kindergartens und der Tiene Schwalerie Nationalitätengrundschule begonnen. Die Eichhörnchengruppe des Deutschen Nationalitätenkindergartens Wunderland hat auf der Bühne die Geschichte von St. Martin vorgespielt. '97 haben wir in unserem Kindergarten den Martinstag zum ersten Mal organisiert. Am 11. November gedenken wir St. Martin mit den Kindern und Eltern in einem Laternenumzug, der bei uns im Kindergarten zur Tradition geworden ist. Die Laternen werden an Arbeitsnachmittagen mit den Eltern gemeinsam gebastelt. Und die Kinder lassen jedes Jahr die Geschichte von St. Martin auf Deutsch lebendig werden. Abschluss der ganztägigen Feier ist der abendliche Laternenumzug. Und jedes Jahr rund um den Martinstag veranstalten wir eine deutsche Nationalitätenwoche. Wir versuchen den Kindern, die noch lebenden deutschen Handwerker zu zeigen und die Möglichkeit zu geben, sie auszuprobieren. Zum Beispiel blau färben, Patschke stricken, Lebkuchen backen oder Korbflechten. Und ich glaube, dadurch bekommen die Kinder ein bleibendes Erlebnis. Auch in diesem Jahr haben wir diese Nationalitätenwoche im Kindergarten veranstaltet. Jeden Tag konnten sich die Kinder über die ganze Geschichte hören oder von St. Martin die Geschichte anhören. Und hier haben wir schon Nationalitätstanzhaus organisiert und das Backen von Gänsekuchen ist auch eine Tradition bei uns im Kindergarten und die Gänsekuchen haben auch eine weitere Rolle. Sie werden am Abend vor dem Laternenumzug mit den Eltern zusammen zerbrochen und die Kinder sollen das mit jemandem teilen. Es symbolisiert bei uns die Güte, die Liebe und die Aufmerksamkeit füreinander. Ich glaube, dass unser gemeinsames Interesse ist, dass die Kinder diese Traditionen kennenlernen und weiterpflegen, die Werte der Vergangenheit für die Zukunft aufbewahren. Die Schüler der Klasse 4a aus der Deutschen Nationalitätengrundschule Valeria Dienesch haben ein Grimm-Märchen, die Sterntaler, aufgeführt. Anschließend hat der Chor der Schule das Publikum mit Martinsliedern erfreut. Und warum sind wir hier? Also gestern war der sogenannte St. Martinstag und zu diesem Tag gehören ganz viele Bräuche in den europäischen Ländern. Zum Beispiel Martinsgansessen oder Martinsumzug. Und es wird auch in unserer Stadt gefeiert und wir haben uns sehr gefreut, als wir von dem Kulturhaus Mihai Babic eine Anfrage bekommen haben, dass wir an diesem Eröffnungsfest teilnehmen könnten
Natürlich haben wir ja gesagt. Unsere Schüler sind also heute hier und sie nehmen an diesem Eröffnungsfest teil. Wir konnten unsere Schüler von der 4. A-Klasse sehen. Sie haben eine kleine Szene, den Störtaler, vorgeführt. Und unsere Musikgruppe und der Chor, sie haben 3 Lieder gesungen mit eigener Instrumentation. Und ich glaube, sie waren sehr, sehr geschickt. Ich bin ganz stolz auf sie, denn sie spielen erst seit 2,5 Monaten so zusammen und ich glaube, sie waren super. Vielleicht damit können sie ein bisschen mehr Lust auch, sich mit der deutschen Sprache zu beschäftigen. Martinstag wird übrigens auch in der Schule gefeiert, denn wir sind eine Nationalitätenschule und dieser Brauch verbreitete sich, soviel ich weiß, besonders in den deutschsprachigen Ländern. Und jedes Jahr machen wir auch ein Programm an diesem Tag. Voriges Jahr konnten wir diesen Tag leider nicht zusammen feiern, also wegen der Pandemie. Aber jetzt sind wir wirklich ganz froh, dass wir wieder zusammen sein können. Und ich freue mich auch sehr, dass wir uns vor der Stadt wieder vorstellen konnten. In den Nationalitätenkindergärten und Grundschulen haben Martinsfeste und Laternenumzüge schon jahrzehntelange Tradition. Dadurch können die Kleinen so bleibende Erlebnisse bekommen, die sie dann später auch an ihre Kinder weitergeben werden. Teile dein Licht. Dieser Satz stand auf dem Rucksack von mehreren hundert Schulkindern. Den Rucksack erhielten sie von der ungarndeutschen Selbstverwaltung Fünfkirchen. Die Volksbräuche sind meistens mit der Legende verbunden, laut der St. Martin versuchte, sich in einen Gänsestall zu verstecken, als man ihn zum Bischof wählen wollte. Aber das Gegacker der Gänse verriet ihn. Schüler aus 3 Fünfkirchner Einrichtungen zogen mit ihren Laternen, deutsche Lieder singend, auf dem Széchenyi-Platz von Fünfkirchen herum. Márton napja a karácsony előtti 40 napos böjtöt megelőző utolsó ünnepnap, ezért ekkor rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. A népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, valamint az advent közelettéhez kötődnek. Másrészt ahhoz a legendához, mely szerint 371-ben Mártont Túr püspökévé választották, ő azonban tiltakozott ez ellen. A legenda szerint egy libaholban próbált elrejtőzni, de a ludak elárulták gágogásukkal. Fontos hittérítő munkát végzett, a pogány falvak nagy részét megtérítette, életét csodák és gyógyulások kísérték. Tiszteletére 500 alsó tagozatos gyerek töltötte meg Pécs főterét november 11-én sötétedés után. A diákok lámpásokkal a kezükben együtt vonultak fel, miközben német nyelven mártonnapi dalokat énekeltek, sőt, még egy koreográfiát is megtanultak. Én csináltam, és egy liba van rajta, és egy csillag. Libák vannak rajta, és csillag. Márton nap van, és a libákkal kapcsolatosan Márton nap. Ilyen sablonokat használtunk hozzá, és csillagokat, meg libákat rajzoltam rá. Az ötletgazda, a Pécsi Belvárosi Általános Iskola igazgatóhelyettese, német önkormányzati képviselő, aki közös ünneplésre hívta a város német nemzetiségi iskoláinak diákságát és a pedagógusokat. Amikor még az iskolánk a Városközponti Iskolának az egyik tagintézménye volt, akkor egyszer már szerveztünk a többi iskolának is, és tavaly elmaradt a járvány miatt, és
német önkormányzati képviselő lettem, és akkor jött egy ötlet, hogy csináljuk ezt meg az önkormányzat szervezésében, és akkor így jött az ötlet, ahol németet tanulnak a gyerekek, nemzetiségi német oktatás van, azok az iskolák vettek részt, az alsós gyerekek 1-től 4-ig. Szerencsére a kollégák nagyon közreműködőek voltak, tehát megvolt az ötlet, megvolt a koreográfia, minden iskolának elküldtük, és ők begyakorolták, és mindenki elkészítette a lámpást, amilyet szeretett volna, és végül is most élőben voltunk együtt, soha nem próbáltuk össze, de nagyon lelkesek voltak a kollégák, gyerekek, úgyhogy nagyon jól sikerült, látványos volt. Magyarországon általában német nemzetiségű települések, iskolák, óvodák szervezésében a gyerekek járják az utcákat, maguk készített lámpásokkal, és közben Mártonnapi dalokat énekelnek. Úgy éreztük, hogy ugyan a Martinstag nem egy tipikusan magyarországi német ünnepség, inkább Németországban elterjedt, de az utóbbi pár évben, évtizedben itt a mi iskolánkban, Pécset, és a környezetbeli iskolákban is, ahol német nemzetiségű oktatás folyik, van Mártonnapi megemlékezés. És szerettük volna egyrészt azokban a szülőkben, meg gyerekekben tudatosítani, hogy nem csak ők tanulnak egyedül a saját iskoláikban németül, hanem máshonnan is vannak, hogy összejönnek egyszer a város főterén. Kicsit nehezítette az utóbbi időben dolgunkat a Covid, mert nem annyian lettek, mint amennyire számítottunk, de mégiscsak majdnem megtöltöttük a teret, és szeretnénk ebből hagyományt teremteni. A jövő évben már azért közel 800 gyerekre számítunk az ünnepséggel kapcsolatban. Különösen ebben az időszakban, ugye most nagyon sokáig nem találkoztak egymással, nagyon fontos az, hogy egymásra odafigyeljünk, és egymással is nagyon jó barátságban legyünk. Az iskola egy fontos szintere a szocializációnak, és ez egy nagyon fontos napja ennek a dolognak szerintünk. A gyerekek édességgel megrakott hátizsákot kaptak, melyen a Mártonnap egyik fontos üzenete szerepelt: oszd meg a fényedet. Der Verein für ungarndeutsche Kinder organisiert jedes Jahr ein Camp. Dieses Jahr haben sich die Mitglieder in Tegelitz im Komitat Tolnau getroffen. Ziel der Zivilorganisation ist unter anderem, das Leben der Familien zu helfen, in denen die deutschsprachige Kommunikation Teil des Alltags ist. Daneben betrachten sie als ihre Aufgabe, die deutsche Kultur und Bräuche zu popularisieren und bekannt zu machen. Obwohl der Verein in Ungarn eingetragen ist, hat er zahlreiche jenseits der Grenze lebende Mitglieder mit Bindung zur ungarndeutschen Minderheit. Käse. 1998-ban fogalmazódott meg az az ötlet, hogy jöjjön létre egy olyan egyesület a magyarországi németség körében, amely a családokat fogja össze. Így jött létre az Egyesület a Magyarországi Német Gyerekekért elnevezésű szervezet. Célunk, hogy magyarországi német családokat, gyerekeket foglalkoztassunk, szervezünk számukra programokat, olyan szabadidős tevékenységeket, ami segítségével értelmesen tölthetik el a szabadidejüket, illetve a kétnyelvűség, a magyarországi német szokások, kultúra átadása is kiemelt célunk. Emellett a német nyelv elmélyítését is próbáljuk kivitelezni a diákok körében. Családjainkra épül gyakorlatilag az Egyesület, ők a tagjaink, és minden évben szervezünk számukra egy családi hétvégét, egyébként meg mindenféle táborokat tartunk, és a táboroknál is nagyon vegyes a kép, tehát vannak olyan gyerekek, akik hát majdnem semmennyi nyelvtudással, vagy kevés nyelvtudással, de olyanok is vannak, akik majdnem anyanyelvi szintű nyelvtudással jönnek hozzánk. És akkor ennek megfelelően mi azért próbálunk olyan workshopokat, vagy olyan nyelvi
egységeket beépíteni a programjaink közé, aminek hatására fejleszteni tudjuk őket. Az egyesületben van olyan tag is, mint Csukker György, aki maga rendszeresen kapcsolatban van a nyelvvel, és bár gyökerei a családban megvoltak, ám a kitelepítést követően, mint sok más családban, nála is háttérbe szorult az identitás és ezzel a német nyelv használata. Kedves játékosok, a játék végigvezetiteket a magyarországi németek történelmén. A déd nagyszüleimről vannak még olyan emlékeim nem, viszont történetek, hogy ők gyakorlatilag csak svábul beszéltek, és ami az első nagyobb törés volt a családnál, az ugye a kitelepítés következtében megtörténő tragédia, hogy őket nem telepítették ki, hanem csak mindentől megfosztották őket, és egy ilyen messzibb tanyára, a falu melletti tanyára hűztek el. Onnantól kezdve így a sváb nyelv is kezdett kikopni a családból. Mire én észhez tértem, úgymond, már nem igazán volt meg az a fajta nyelvi identitás például, vagy belső identitás a családunknál, amit úgymond úgy, ami erősíteni ezt a fajta tradíciókövetést. Inkább azt mondom, hogy az oktatás által tudtam különösebben foglalkozni a gyökereimmel, illetve a német nemzetiségi dolgoknak a követésében. Lényegében a középsuli adta meg ezt a tudást, de én oktatási szinten kaptam meg főként. Otthon például már abszolút nem beszéltük németül, csak oktatási szinten, amit megtanultam, azt is vittem tovább. Az egyesületet megközelítően 50 család alkotja. Többeknél a német nyelv használata a mindennapi kommunikáció része. Mi a kezdetektől fogva, a gyerekek születésétől fogva németül beszéltünk velük. Ez eleinte konzekvensebben ment, és a gyerekek egymás között is németül beszéltek ebből kifolyólag. Viszont ahogy bekerültek a magyar oktatási rendszerbe, nyilván felvették a korosztályuk nyelvét, és ővelük próbáltak azonosulni, és elkezdődött a hanyatlás, hogy mi németül beszéltünk továbbra is hozzájuk, de ők a válasz inkább már magyarul érkezett. Ez a passzív tudás, ez megmaradt bennük, ez a német passzív tudás, és bármikor előhívható, tehát ha külföldön vagyunk, akkor egy szinte gombnyomásra váltanak, viszont már az anyanyelv már inkább a magyar felé tolódott el, és emiatt a két nagyobbik, ők egy katolikus általános iskolába mentek, ahol mint idegen nyelv hallották csak a németet, otthon továbbra is próbáltuk tartani a német nyelvet, de egyre inkább összeomlott az a vár, amit építettünk. Éppen ezért a két kisebbet már egynyelvű német iskolába küldtük, és náluk látható, hogy szinte anyanyelvi szinten visszajön a német nyelv, de ettől függetlenül ők is ugyanúgy tudnak magyarul, sőt, talán náluk is picit erősebb, de hogy náluk látható, hogy a környezet megmaradt a németnek, itt tovább tudott fejlődni a dolog. Az otthon németül történő kommunikáció nem egy esetben vezetett konfliktushoz, vagy értetlenséghez a mindennapi kapcsolatokban. Eleinte nehéz volt a külvilág felé felvállalni ezt a két nyelven való beszélést, mivel ezt egyfajta úri hóbortnak gondolta a környezet, de aztán az az első mozzanat kellett, hogy mindenkinél ez tudatosuljon, hogy már pedig mi ezt tudatosan vállaltuk, és nem egy úri hóbort, nem nagyzolás, hanem ennyit szeretnénk továbbadni ajándéknak a gyerekeknek. Onnantól kezdve most már úgy a környezet is természetesként tekinti, hogy ők két nyelvű gyerekek. Pont erre jók ezek a hétvégéink, amikor a családoknak lehetősége nyílik arra, hogy elmeséljék egymásnak a tapasztalataikat, hogy ki hogyan élte meg mondjuk a két nyelvű gyereknevelést, érveket felsorokoztatni mellé, hogy miért jó, miért nem jó, mi jött ki náluk, mi nem sikerült jól, és akkor ebből merítve a többiek is bátrabban állnak esetleg hozzá. De egyébként nagyon változatos a felhozatal. Tehát van olyan, aki például azt csinálja, hogy
versikéket, mondókákat, meséket. Tehát alapvetően bizonyos szövegtípusokat közvetít a gyerek felé, viszont vannak olyanok is, akik mondjuk a német nyelvet használják a kommunikációra a családon belül, de olyanok is, ahol egy nyelv, egy ember. Ezt mi is úgy csináljuk például a saját családomban, a feleségem magyarul beszél a gyerekekhez, én csak németül, és így az egy nyelv, egy ember minta nálunk például nagyon jól működött. Működik mind a mai napig. A hagyománynyelvtanulást is fontosnak tartjuk, és valamilyen szinten mindig belecsempésztük a programjaink közé. Családi hétvégén például volt már magyarországi németekre vonatkozó családi kvizünk, az LDU, a Magyarországi Országos Német Önkormányzat nem olyan régen kiadott egy társasjátékot, ami Der Weg címmel ismerhető. Ezt is a mai napon még bemutatjuk a családoknak, és játszani is fognak. Ez gyakorlatilag a magyarországi németség történetével, kultúrájával, nyelvével, szokásvilágával ismerteti meg a játszókat. És amellett, hogy nyilván van szükség bizonyos információkra ahhoz, hogy eredményesen tudják játszani a játékot, azért plusz információkat is szolgál, illetve azt gondolom, hogy sokat is lehet tanulni belőle. Az Egyesület bár magyarországi bejegyzésű, de a tagok között számosan vannak Németországban, Ausztriában vagy Horvátországban élők, akiknek magyarországi német gyökerei vannak. Dieses Jahr feiert die Wiemen der Deutschen Nationalitätenblaskapelle ihren 35. Jahrestag. Das wichtigste Ziel der Musiker ist, die traditionelle schwäbische Blasmusik in je authentischer Form ertönen zu lassen. Durch die Digitalisierung der äußerst reichen authentischen deutschen Notensammlung, die aus lokalen und landesweiten Sammlungen und Widmungen stammt, wollen sie die Musiktraditionen von mehreren Jahrzehnten bewahren und an die nächste Generation weitergeben. A Vémindi német nemzetiségi fúvós zenekart az országosan is ismert Gász Mihály zenetanár alapította. Hán János 2001-ben vette át az együttes vezetését. A többségében sváb felmenőkkel rendelkező tagok az évtizedek során számos sikert könyvelhettek el. Legutóbb Baján a Bácskából elhurcolt magyarországi németek tiszteletére tartott megemlékezésen zenéltek a vémindi fúvósok. Mivel a tagok egy jelentős része külföldön dolgozik, fellépésről fellépésre változik a létszám. Egy 2018-as sikeres pályázatnak hála emelkedett azoknak a vémindi iskolásoknak a száma, akik a magyarországi német fúvószenével ismerkednek. Ennek köszönhetően biztosítottnak látszik az idén 35 éves fúvószenekar utánpótlása. Gász Miska bácsi volt a tanárunk, ő kezdte a zenekart, 15 évig ő vezette, ő tanított be igazi jó magyarországi német sváb számokat, és az utóbbi 20 évben már én vezetem a zenekart. Folyamatosan azért változik, vannak újabb számok, főképp ezek külföldről bejött német kedvenc, jó csengő, hozzánk közel álló stílusú zeneszámok, de főképp magyarországi német számokat játszunk. Természetesen szerencsénkre ez a repertoár is bővül, mert padlásokról kerülnek elő olyan számok, amik kincsek, újak, nem mindenki ismeri, pontosabban nem mindenki, hanem senki, és ezáltal most mi be tudjuk mutatni. Most azért a Covid is, meg az egyéb elfoglaltságok, ugye most hirtelen úgy minden összesűrűsödött erre az utolsó harmadik negyedévre, és többeknek máshol is részt kell venni, emiatt most csak ennyien tudtunk szerepelni. Általában 12-15-en szoktunk, hogyha valaki éppen haza tud jönni Németországból, Budapestről, vagy ahol van a világban, akkor akár 21-en is ki tudunk állni. Mo
most is éppen a háttérben ugye nem látszik, de azért az utánpótlás az készül, gyakorol, tanul, kicsik még nem alkalmasak arra, hogy beüljenek a zenekarba, de rövid időn belül úgy gondolom, hogy talán egy éven belül már még fiatalabbakkal fog bejönni. A zenészek legfőbb célja, hogy a hagyományos sváb fúvós zenét minél eredetibb formában szólaltassák meg, továbbá, hogy a régi hagyományokat megőrizzék és továbbadják a következő generációnak. Véméntnek egy rendkívül gazdag helyi és országos gyűjtésekből, felajánlásokból származó autentikus német kotta gyűjteménye is van. A kollekció digitalizálásával a több évtizedes zenei hagyományokat kívánják megőrizni és továbbadni. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.